Szakmai berkekben nagy tehetségnek tartották U20-as VB bronzérmes. A Ferencváros színeiben összesen 49 első osztályú bajnokin szerepelt. 2020-ban azonban úgy döntött, hogy felhagy a profi labdarúgása. Mai vendégünk Tóth Bence. Szerusz Bence, köszönjük, hogy elfogadtad -e a meghívásunkat. Sziasztok! Egykori Ferencvárosi játékosként mit szólsz ahhoz, hogy a Fradi eljutott a nemzetközi kupaküzdelmek tavaszi fázisáig, a, és az Európa Liga 8 döntőjében a német Bayer leverkusen -től kapott ki és búcsúzott. Én nagyon büszke vagyok erre, erre, a teljesítményre a Fradi részéről, nem csak mint Fradi szurkoló, hanem mint, mint, magyar futballt szerető ember is egyébként. Most már szerencsére oda, odáig jutott el a, a klub, hogy, hogy már mondhatjuk azt, hogy a, a csoportkör, valamelyik csoportkör, az Európa Liga vagy a, vagy a, BL csoportkör most már, most már normálisnak számít, igazából nem akkora idézésen kunst, hogy, hogy ott van a Ferencváros, most már, most már arról tudnak beszélni ott a, a klubnál, meg a, meg a szimpatizánsok is, hogy, hogy szeretnének még hogy a legjobb 16 közé jutni, aztán a 8 közé, tehát most már, most már olyan szintre épült a klub egyébként a szisztematikus munkának köszönhetően. Itt a, a klub hátterébe zajló ö, munkára gondolok, meg a nagyon-nagyon jó igazolások nem is nagyon nyúltok már igazolásokkal szerintem a, a hajnaltól még, és ennek az eredménye az lett, hogy hogy nagyon jól szerepel a klub, és tényező lett most már közép-európában. Követted egyébként a mérkőzéseket? Amikor találtam minden meccset, megnézek, most pont tegnap utaztunk egyébként, jöttünk haza az osztrák bajnokinkról, úgyhogy hogy nem tudtam látni a meccset, nagyon bosszus voltam, hogy kikapott, mert most egy gödörbe van a, csapat igazából most az eredmények szempontjából. Hát van ilyen időszaki szerencsére, akkor a, pont előnye a Fradinak, hogy igazából a, végső győzelmük az nincs veszélyben. Egyébként szoktál kijárni mérkőzésekre? Hát szerintem mióta abba a futballt, nem voltam Fradi meccsenként. Válogatott meccsen voltam párszor, de nem vagyok azon a nagy meccsre egyébként. Tévébe otthon megnézem, amit csak teltek, hogyha a gyerekek engedik. Most már egy kevesebb időm van egyébként, hogy, hogy meccset nézek, de próbálom a legkisebbet rászoktatni, hogy ez egy jó dolog, úgyhogy nézzük együtt a meccset. Hát amíg mondjuk elfogy neki a cumisüvegből az inni addig néz, és onnantól kezdve már fel és játszhatunk tovább. Hát főleg, hogy kislányokkal lehet, hogy kicsit több rábeszélés kell majd neki a későbbiekben. <laughs> Igen, is. De, de, egyébként így a labda az már most központi játék, úgyhogy, úgyhogy ha nem is futball, de, de valami labdával kapcsolatos sportremelm azért összejön. Ezt nem még lehet mondjuk a Fradiba kézilabdázik. Lehet, legyen így. 2005-ben igazoltál a Ferencvároshoz, és egészen 2012-ig ott is játszottál. Nagyon fiatalon kerültél Budapestre. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Hát ez egy nagyon jó időszak volt egyébként. Hmm. Mikor volt, azt hiszem, kiemelt bajnokság volt Szolnokon, ott játszottam a korosztályokba, meg az idősebb korosztályba is. Volt már akkor is, azt hiszem, U-15-ös válogatott, oda is kaptam meghívót. De, de az első megkeresés egyébként nagyon érdekes, mert az MTK-tól, meg az Újpestől volt, akkor a Ferencváros nem keresett, akkor hetedik osztályos voltam, és úgy döntöttünk apukámmal, hogy még egy évet várunk, hogy akkor nyolcadikba váltok csapatot, mikor ugye melyek a középiskolába, és akkor iskolát is egybe. És Akkor is megvoltak ezektől a, a kluboktól a, a megkeresések, de, de a Fradinál annyira, annyira szerettek volna egyébként, hogy újpesszurkóként, akkor én szurkoló voltam, de azért, mert a Fradi annyival jobb volt az Újpestől, hogy szerettem mindig Inkább a gyengést. A, a gyengéb izgalmasabb volt, igen, meg mindenki a Fradinak szurkolt, én meg ilyen kommentem szembe az árral, hogy akkor én az Újpestnek. Aztán, aztán így igazoltam a Fradiba, ott a ifjú Albert Florian, ő, ő nagyon sokat tett ezért a dolog, dologért, és a paunok Peti is egyébként, akit ki kell emelnem, nagyon sokat foglalkoztak akkor ezzel az egész dologgal, hogy szolnokról a fradiba tudjak igazolni, ami nem volt zöggenőmentes, mert átigazolási díjat kérte a szólnok, értem, nagyon érdekes volt, a Fradi akkoriban nem fizetett még utánpótláskorú játékosért, és, fél évig nem játszottam bajnoki meccsen, új voltam fenn új iskolába, új közösség, új csapat. Készültem héten velük, csak éppen a, bajnoki nem tudtam szerepelni, úgyhogy első fél év az kegyetlen volt, honvágyott, ott minden volt, de aztán szerencsére meg tudtak egyezni bizonyos összegbe, azt kifizette a Fradi, és onnantól kezdve tudtam játszani, és a a Csöpi bácsi és a Zúriák Csöp és a Takács Laci bácsi volt az első edzőm a Fradi-ban. Akkor ez egy jó időszak volt, jó emlékeket hát Az össze? első fél év az, az bocsánat, hogy szabadba vágtam, az első fél év az, az nem. Tehát az a legkeményebb időszak volt szerintem a, a, a futballpályafutásom alatt szerintem, még a sérüléseket is ideértve, de, de utána nagyon jól alakult minden. Hát kemény meló volt egyébként végigjárni a, a Fradiba a ranglétrát, ugye próbált akkor, hogy a Fradiba és az MTK-ba mentek a legügyesebb gyerekek országszerte, és hát azért meg kellett küzdeni a, a helyére a, a az embernek, de az ifjás csapatunk olyan középpályánk volt, hogy a Cseritomi volt, a Balok Balázs, meg, meg én voltam, tehát az, az most is mb 1 azért ismert nevek szerintem, úgyhogy nagyon jó kis csapatunk volt, de, de sok meló kellett hozzá, meg szerencs egyébként, hogy a végén az első csapatban is be tudjak mutatkozni. És azt hogy érted meg, amikor ott be, be tudtál mutatkozni az első csapatban? Hát boldog volt, amikor vettem fel a, a akkor emegett a kezem, a szüleim a lelátón sírtak, de, de, de számítottam rá, mert egy héttel előtte már az egyik csapattársam az ifjából már bemutatkozott, és utána vittek fel engem és úgy számítottam rá, hogy egy, egy pár perc játék lehetőséget kapok, mert a, a Bobby Davison volt az edző, aki, aki, nagyon sokat járt ki az U19-es meccseinkre, és akkor már engem küldtek ki akkor Sheffieldbe, vagy hát megnéztek ott a, a Sheffieldnél, voltam kint egy hetet, sérülten, aztán vártak vissza, de addigra bemutatkoztam az első csapatban, mire eldőlt már, hogy sajnos nem jutnak fel az első osztályba, a részemről nem sajnos, mert lehet, ha feljutnak, akkor nem játszottam volna a Fradiba, de így, hogy nem jutottak fel, az utolsó négy meccsen játszottam, utolsó meccsen kezdőként Baktaló rendházán, nagyon jó volt, és hát a szurkók akkor úgy fogadták a csapatot, hogy a, a Lisztes Krisztiántól elkezdve minden, mindenkit elküldtek a, Melegebb, melegebb békhajlatra, én meg ott 18 évesen csak álltam, hogy úristen mi van, de inkább azzal foglalkoztam, hogy itt a meccs, és akkor a mérkőzés legjobbjának választotta Hajdó Attila, erre is emlékszem. Később játszottál Pápán, Pakson, Szolnokon, Mezőkövesen és Gyirmóton is, volt kitérőd az MB2-be is, de Szolnok után visszatudtál térni az élvonalba. Mi kellett ott szerinted ahhoz, hogy visszatudt térni az MB1-be? Hát Pintér Attila egyébként. Már mikor pápám futballoztam, akkor is volt szó róla, hogy Győrbe fogok igazolni, ő szeretett volna leigazolni, akkor nem tudtak megegyezni, pont akkor lett bajnok egyébként a Győr megegyezni a klubok, meg, meg, addig első jutott hozzám, hogy mennyire volt az éles, bizonyos információkat kaptam róla. Aztán én nagyon szerettem volna a mesterrel együtt dolgozni, és akkor hát itt pápán, mikor, mikor szólnokon én rettentő érdekes körülmények között bontottunk szerződést, arról nem is szeretnék inkább beszélni, mert vagy jót, vagy semmit, akkor akkor december 31-a volt, tisztán emlékszem rá, de még koncert, én mindig az a szilveszterem, december 30-a a paplászról vagy a teltházas koncert, és akkor másnap délben ott arra ébredtem, hogy Pintér, így egy ismeretlen szem, felveszem, és akkor köszönt, hogy Pintér Attila vagyok, és hogy szeretnék-e a játékosa lenni. Mert mondtam, hogy persze, amikor. És mi induljak. volt az első reakciód? De hát a torkomba a szívem egyébként, és akkor mondtam, hogy mikor induljak. És akkor hogy két nap múlva akkor mezőkövesden találkozunk. Hát nem is volt számodra kérdés, hogy akkor? Hát egyáltalán nem. Uh -huh. Nem, mert hogyha a Pintér Attila hív igazából, akkor, akkor meg olyan, olyan csapathoz, ahol komoly célok vannak, bár, bár olyan csapathoz nem megy, ahol nincs cél, tehát őt is ez a, ez a versenyszellem érteti, akkor, akkor oda menni kell. És miért gondoltad azt, hogy hogyha Pintér Attila hív, akkor, akkor ez biztosan jó lesz, már akkor érezted? Igen, mert ő egy olyan edző, aki, aki tisztán elmondja, hogy mit vár minden egyes játékostól. Rendszerbe teszi, fegyelem van, én szerettem az ilyen edzőket. Egyébként a, a, az Attila meg teljesen meg, megtestesíti ezt taktikailag. Az, hát most nem tudom, annyi edzővel azért nem dolgoztam, bár elég sokkal, de nem tudom azt mondani, hogy legfelkészültebb Magyarországon, de hogy az egyik legfelkészültebb, ez, ez biztosan. És játékos párti van, egy stílusa egyébként, követel nagyon sokat, de, de meg is utalma azért a játékost egyébként, a teljesít. Korábban azt nyilatkoztad, hogy talán ez volt a legjobb időszak a pályafutásodnak? Hát a, az, a Fradi egy, egy szerelem igazából, tehát az első nagy szerelem, de de a vége az ott is kicsit ilyen, ilyen fura volt. Nekem az volt a kedvenc időszakom, mikor a, az angolok voltak, meg a, a pruknár, edző úr volt, vele elején nagyon érdekes viszonyom volt, a végére viszont az egyik legjobb kapcsolatba kerültünk, meg utána is találkoztunk, párszor beszéltünk telefonon, így összecsiszolódtunk a, a mesterrel. Jól váltatok el? Nagyon. Nagyon. És hát és utána a mezőköves volt az, ahol, ahol imádtam játszani, ott Hát nem tudom, mennyit voltam, négy év körül, ezt így nem tudom pontosan, de jó, hogy csapatkapitány is tudtam lenni, azért egy nagy dolog ember egybe, szerintem. Igen, nagyon számítottak rád, ott alapember is voltál. -e. Igen, hát többször volt az, hogy lejárt a szerződésem, és akkor úgy néz ki, nem maradok, de a, mert új edző jött, vagy valami, és akkor a vége mindig úgy alakult, hogy azt mondta az edző, hogy akkor, akkor, akkor hosszabbít szerződést, hogyha először a Bence alá írt. Tehát mindig, mindig, mindig ebből indultam, mindig kitettek a csapatból, ha jött egy új edző, de, de mindig beküzdöttem magam, és alapember tudtam lenni. És, a, és a csak végig... azért is megmutatom? Én végig ez, ez volt benned? voltam ez a csak azért is egyébként. Mikor, mikor, nem úgy tettek félre, hogy, hogy tudtam, hogy sansztalan, akkor, akkor mindig, mindig, próbáltam bizonyítani meg, abba előre lépni, amiben kellett, ami az edzőnek fontos volt. Végül gyírmódon fejezted be a pályafutásodat. Igen, csak fiatalon, hiszen 30 éves voltál. Miért döntöttél úgy, hogy felhagysz az élsporttal? Mikor szerződést bontottunk, akkor itt a Covid, egy boka műtét után voltam, ami, ami nagyon fura volt. Megsérültem egy edzésen gyírmóton, hát a győrbe nem tudtak egyszerűen rájönni, hogy mi a, mi a, baj, hát és akkor ugye elfogtam magam, és akkor elmentem a Majzik doktor úrhoz, mindent magamnak intéztem, azért egy ilyen profi klubnál ez, az elég fura szerintem, de a rehabtól elkezdve egyébként mindent magamnak csináltam. Öh, és akkor elmentem a majzik doktor úrhoz, ő mondta, hogy mi a probléma, ő egyből látta egyébként, hogy mi a probléma a bokámmal, és akkor, és akkor megműtött, de ez hozzá tartozik, hogy hetekig szteroidokat kaptam, úgy játszottam meccset, és a vége már az volt, hogy, hogy mikor megkaptam a szteroidot, akkor is ugyanúgy fájta a mozgásnál a lábam, és akkor mondtam, hogy most, most vége és elég, és akkor nem. És akkor utána lett a, a rehabot, ugye megcsináltam, visszatértem, bárhogy dolgoztam, nem nagyon akartak betenni a kezdőbe, és utána volt egy firma az aburella egyébként, ami, ami nagyon fura volt. Erről beszélek is egyébként, mondanám érdekes. Aki a futballban azt tudja, hogy milyen stílusra van a, a egyébként, de nincs ezzel semmi probléma, mert száz fokon ég meccse, mint egy játékos győzni akart tényleg neki is az a, az a mindene. És akkor dorogon játszottunk tavasszal, nem tudom, tavaszi forduló, anyadik forduló lehet, tehát mocsár. Tehát úgy képzel, hogy mocsár. Uh -huh. És utóbbi... Tehát nem voltak ideálisak a körülmények. Mondhatjuk így, igen. Jobban hangzik biztos a riportban. <laughs> és soha nem játszottam éles cipőben, vagy nem soha, hanem előtt egy pár évvel már nem játszottam éles cipőben, már nem volt rá szükség. Uh -huh. És hát oda felvettem az éles cipőmet, biztos ne csúsztak el. Kétszer elcsúsztam a kispad előtt, először elküldött a, az anyámba, mert csak így tudom előadni, bocsánat. És akkor nem szóltam semmit, Másodjára szintén még durvábban, és akkor mondtam neki, hogy nem látod, hogy ilyen cipő van rajtam, fog a szádot, kicsit csúnyában mondtam el egyébként neki, de nem sokkal. És akkor jött a féldő, elnézést kértem, mondtam, hogy meccs volt, de hát látja, éles cipőbe vagyok, nem tudok mit csinálni, ilyen a pálya. Végjátszottam a mérkőzést, következő edzés, jönnek le a vezetők, sorakoznak fel az öltözőbe, Na hát akkor már tudtam, hogy itt Tóth Bence lesz elővéve, már hogy szóltam neki. Aztán ő mondták, hogy nem kell kimennem öltözni, vagy ő edzeni, úgyhogy nem öltözzek, átmenjek fel az irodába, és akkor megbeszéltük ezt az egészet. Próbáltam az agoréletől elnézést kérni, mondom, hát az a normális, hogy egy edző, egy edző így beszél a játékos, és elsőre nem reagálja le, nem, szó, nem szóltam semmit, mert mondom, benne van, de másodjára ez a dolog, ez már 30 évesen egyébként, mikor nem 20 éves játékos vagy, de még egy 20 évessel, beszél, 20 évessel se beszélni így egy edzőn, úgy gondolom. Úgyhogy Úgyhogy ez, egyébként szerintem ez csak egy indok volt, mert nem tudtunk feljutni, és, és, az volt tervezve. Nyilván a sérülés után az én teljesítményem is volt olyan, ezt is el kell ismerni, amit mondjuk szerettek volna. Úgyhogy könnyebb volt így egy, egy, játékost elküldeni egy gödörbe lévő csapatnál, szeretik ezt alkalmazni egyébként nem csak itthon máshol is, hogy egy, egy olyan játékos mondjuk, aki játszik, de a, a szezon elén kitűzött célt már nem tudja elérni a klub, akkor az szépen elküldés és a többi játékos összeszedi magát, így összerezzen, uh -huh. és akkor elkezdenek jönni az eredmények. Azt említetted, hogy talán könnyebb volt így elküldeni egy játékost, neked fájt ez a búcsú? Abból a szempontból igen, hogy igazságtalannak éreztem. Tehát egy felnőtt emberhez méltó kommunikációval szerintem ezt az egészet le lehet rendezni. Tényleg volt már akkor tizenpár pár év mögöttem igazából a futballba, hát az auréról ne beszéljünk. Én attól ugyanúgy tiszteltem az Aurélt, de, de szerintem ez így nekik egyszerűbb volt, és pont meg volt az a, az a, nem tudom, az a személy, akit így jó volt kitenni az öltözőből, hogy hogy azt tudták, hogy annak súlya van, hogyha mondjuk a Tóth Bencét elküldjük Gyirmótról, és akkor a többi játékos utána összeszedte magát. De utána pár héttel a vasárdám is kikerült a keretből, aztán a második csapatnál edzett, úgyhogy ő kivárta, hogy sor kerüljön rá igazából az első csapatnál újra, én nem. Ez volt a különbség. Ha visszatekintesz a pályafutásodra, akkor elégedett vagy? Vagy azt érzed, hogy van még benned némi hiányérzet akármivel kapcsolatban? Nem nagyon szoktam egyébként így így visszatekinteni rám, mert annyira sűrűek a hétköznapok, hogy nincsen időm gondolkozni meg rágódni a múlton. Szép volt, jó volt, volt pár döntés, amit máshogy csinálhattam volna, vagy máshogy reagálhattam volna a dolgokra, de, de igazából így, így nem szoktam ezen merengni, hogy mi lett volna, ha most tegnap a Rajci Petinek mondtam meccs után, hogy azért egyszer úgy kipróbáltam volna magam külföldön, de mikor így volt róla szó, akkor az én teljesítményem nem volt olyan, mikor néztek játékos megfigyelők, és, és lehetett volna belőle valami, aztán meg nem volt ilyen lehetőség, de, de ez is inkább a, nem tudom, 28-tól, mikor már 28 es voltam, így attól fölfelé, meg most, így érettebb, tehát felnőtt lettem, lehet, hogy az apasággal együtt, lehet, előbb kellett volna apának lenni, de most már úgy, úgy szívesen akár az ismeretlenbe is elmennék. Említetted Rajci Pétert, és nem véletlenül, hiszen most csapattársak vagytok az ausztriai nyolcad osztályban. Mit lehet erről tudni, és egyáltalán hogy kerültetek oda? Hát ugye abba a futballt, jött a Covid, és a legjobb barátom, ő még mindig fut, egyik legjobb barátom még mindig futbolozik, mellettünk laknak egyébként egy jött percre, és ő kint játszik évek óta, 10 éve Ausztriába, aztán megkeresztő, hogy nem emeljek ki, nem nézem meg, csak egy kis mozgásnak. Én meg úgy voltam vele, hogy belevágok, és akkor így belekóstoltam, és nagyon tetszett. Egyébként az egész, megfogott a hangulat, és élvezem a futbalt, tényleg várom, hogy hétvégén meccsek legyenek, magunktól elmegyünk edzeni, készülünk rá. Igen, Most nem... ezt akartam is kérdezni, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy vannak közös edzések is? Nem, ott a, a helyi csapatnál ott át szoktam menni hát, egyszer-kétszer edzeni, vagy elmegyek futni, vagy éppen a gyerekkel játszok és futkározok után, amikor motorozik, az is épp elég edzés, meg vagy edzés nélkül játszok meccset, tehát ez is belefér igazából, hogy ezen a szinten azért nem, nem olyan fontos ez, de attól függetlenül ilyen jó futbalisták vannak, cseh, szlovák első osztály, most már magyar első osztályból is vannak, meg másodosztályból játékosok, kicsit idősebbek, mondjuk 35 felettiek, vagy, vagy bizonyos okok miatt visszavonult játékosok, és ott játszanak a szülőfaliukba. Úgyhogy jó, a hangulat is jó, nagyon jó körülmények vannak, gyönyörű pályákon, nagyon talajú pályákon játszunk, pozitív légkör veszik körül az egész futballt, ott ez egy nagy esemény mindig ott a, a helyi embereknek. Komoly rangadókat játszunk, több száz néző előtt, úgyhogy én nagyon élvezem ezt az egészet, és mondtam a is, hogy, hogy ha az utóbbi időben nem élvezte a futballt, akkor itt biztos fogja újra elkapja ez a lász, hogy, hogy, hogy ez Magán a jó életet miatt. Igen, igen, igen. És most a civil életedben mivel foglalkozol? Hát most az építőiparban tevékenykedem. Nem egy egyszerű időszak egyébként, de van egy jó barátom, és most már egyre több kapcsolatom. Így a, így a pár év alatt, úgyhogy úgy érzem idén jó irányba fog elindulni ez az egész, de, a, de az építőiparban igen. Sok egykori labdarúgó egyébként a későbbi életét a pálya szélén is, hát a későbbi életében a pálya szélén akár segít egy-egy csapatot. Te gondoltál arra, hogy esetleg edzőként tevékenykedj majd a későbbiekben? Edzőségre párszor így átfut az agyamon, de inkább az egyéni képzés foglalkoztatna jobban. Tehát az a. Az a időbeosztás, amit, a, amit játékosként is volt, az nekem úgy, úgy, elég volt kicsit. Tehát én mentálisan is elfáradtam abba, hogy hm. mikor abba hagytam a futballt, nem csak a, a sérülések miatt, hogy az, az időbeosztás, az, az, nekem már úgy nem. Tehát a családalapítás az előbbre való volt, és, és, vidéken futbolozok ilyen időbeosztással igazából, akkor nem én nevelem a gyereket, hanem a, az anyukája, és azt nem szerettem volna, szerettem volna teljes értékű apa lenni ami most itt sikerült is, de az edzőségem miatt nem ők még többet dolgoznak, mint a játékosok korábban kint vannak, tovább, tovább kint vannak a pályán, akkor a mérkőzéseket elemzik, a következő ellenfele egy saját csapatot edzést szállítani. Tehát az annyira, annyira, komoly és összetett feladat edzőnek lenni, hogy, hogy ezt a részét nem. Egy scouttam folyamat, azt elvégeztem, az érdekelne egyébként, meg magát a futbalt szeretem, tehát egy klubon belül amúgy nagyon szívesen kipróbálnám magam. Azt nem tudom még, hogy milyen pozícióban, de nagyon szívesen. Most az építőiparban látom, hogy jól tudom szervezni az embereket, meg a, meg a körülményeket ott a, a munkával kapcsolatban, úgyhogy valami ilyen dolgot kell képzelni, ha már, ha már futball, de a pálya mellett nem szívesen állnék. És említetted a családot, a gyerkőcöt, illetve a feleségedet. Ugye azt köztudod, hogy a feleséged Tóth hódi Pamela által azért egy kicsit a bulvár média olvasóinak a szemében is hát mondjuk ismerős lehet a neved. Hogyan élted meg ezt, hogy, hogy bekerültél ebbe a világba? Hát, nem, nagyon, nem nagyon foglalkoztam ezzel a részével egyébként próbáltam. Amíg futballoztam, és már akkor együtt voltam a feleségemmel, nem nagyon csináltam én ebből akkor a, a reklámot a szurkolók, hát, tudták, azért sokszor kaptam tőlük az ívet, de, de nem, nem foglalkoztam ezzel az egésszel, próbáltam ezt ketté választani, inkább volt, hogy az edzők azt gondolták, hogy nem tudom ketté választani, de hát nem igazán szerepelgettem azt, hogy meg kitesznek rólam egy képet, hát na bum, gondolom a közösségi médiában máshol is tesznek ki egyébként képeket, de, de ezzel a részével én, én, nem foglalkoztam, és most is a, nyilván vannak olyan műsorok, amit mondjuk voltunk, vagy, vagy szerettem volna kipróbálni, de, de, én a közösségi médiában egyáltalán nem vagyok jelen, úgyhogy ezt a részét én, én ezt hagyom. Én jó vagyok így civil emberként. Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm szépen.